A járási rendőrkapitányságon október 27-től szünettel a megszokott ügyfélfogadás. A rendkívüli időszakban az online ügyintézés is csak korlátozott keretek között működik. Az ezen időszak alatt lejárt okmányok érvényessége, leszámítva az útleveleket, automatikusan meghosszabbodik a vészhelyzet utáni negyedik hónapig. Határozatlan ideig megszűnt az ügyfélfogadás, tehát egy kivételt maradt meg, amikor a már legyártott okmányokat itt a jogosítványra kell gondolni, illetve az útlevélre lehet személyesen átvenni az ügyfélszolgálatnál. A rendőrség készül az országos tesztelésre, amelyen a koordinálásért felelős katonaságnak nyújt majd segítő kezet két feladat ellátásával. Minden egyes tesztpontnál lesz egy rendőr, akinek az elsődleges feladata lesz a sorbanállás koordinálása, az egyes tesztszemélyeknek a fokozatos engedése a tesztközponthoz, és természetesen a közrendre való felügyelet lesz a feladataik közé sorolva. Ebben az időszakban a rendőrök fontos feladatai közé tartozik a kijárási tilalom és a karantén betartásának ellenőrzése. Amennyire győzik, ezeket a feladatokat is igyekeznek ellátni.